Tetszenek utazni? Konstancába. Konstancába? Az hol is van? A Fekete-tenger mellett. A tenger mellett? Istenem, hogy az milyen gyönyörű lesz majd. Én még sohasem voltam a tengernél. Én sem. Egy pillanat, bocsánat. Hát azt meg kell adni, jól tetszett imádkozni. Egy ilyen férj. A doktor elvtárs nagyon gálás ember lehet. Amellett csuda jó képű is. A múltkor megnéztem ám, amikor várta az elvtársnőt. Há, és ráadásul még a privát útlevelet is meg tudta szerezni. Há, ezt nagyon kevesen tudják. Hogy csinálta, tessék mondani? Mondja, Écuka, annak a rádiónak muszáj bömbölnie. A Hannuska, legyen szíves, zárja a rádiót, a kedves vendégnek fáj a feje. Kösz! Ezektől a kórusoktól? Komolyan mondom. Mintha baltával metélnék az agya. Hát, Marika? Nem jött be. Én a terus vagyok. Tessék helyet foglalni. Inkább megvárnám. Ne tessék várni, nem jön be. Sem ma, se holnap, se azután. Nem értem. Megbeszéltem vele az időpontot. Ő mondta, hogy ma biztosan bent lesz. Megbetegedett talán, vagy a kislányával van megint valami baj? Hm. Elbocsátották. Tegnap. Azonnali hatállyal. Miért? Múlt héten egy éjszaka csengettek náluk, elvitték a férjét. Belügyes volt, és hát... A férje miatt? Ezért mondtak fel neki? Én nem mondtam, hogy ezért. Én egyáltalán nem mondtam, hogy ezért. Thank you.
Ki az? Ágoston doktor urat keresem. Ki keresi? Pelle Gyula. Még nincs itthon. Mikor jön haza? Az bizonytalan. Miért nem gyújtotta fel a lépcsőházban a villanyt? Nem találtam a kapcsolót. Jöjjön vissza holnap reggel. Az uram holnap veszi ki a szabadságát, de csak délután indul a vonatunk. Délelőtt még beszélhet vele. Mondja magának szokása, hogy nem néz szembe azzal, akivel beszél. Milyen ügyben keresi? Azt nem mondhatom meg. Hát akkor jöjjön holnap. Holnap nem jöhetek. Hajnalban indul egy teherautó Csornára, a szüleimhez. Majd valahol megvárom. Hol? Hát, majd valahol. Kezit csókolom. Hogy gondolja ezt? A lépcsőházban akar várakozni? A férjem ezért szemrehányást tenne nekem. Ha ennyire sürgős, akkor inkább jöjjön be. Tessék, jöjjön le. A kandallón talál olvasnivalót. Miért nem ül le? Szegény. Nem lehet valami nagy boldogság azzal a tűzfolttal az arcán. Aztán arra is el kell készülnöd, hogy keresni fognak csóró kis alakok. Ha ilyenek jönnek, sose jegy meg. Mindig enged be őket. Az én címemet 15 éve adják kézről kézre, a bajba jutottak. Ez azóta van így, amióta kommunistákat védtem, és ingyen vittem a perét az arra szorulóknak. Mostanában persze más ügyben keresnek. Van, aki vidékről jön, hogy vegyem le az apját a kuláklistáról. Van, aki gyárból jön, segítséget kér, mert színészi ambíciói vannak. Vagy javítóintézetből szabadult, és velem akarja töröltetni a Priuszát. Mindig vannak, akiknek nincs pénzük, de segítségre szorulnak. Sokám a bajba jutott ember. Ez az első, amit meg kell tanulnod. Soha semmi feljegyzést nem szabad hagynod magad után. Minden szöveget megtanulsz, a papírt elégeted, minden körülmények között. Nem feledkezhetsz meg róla. Ez az első szabály. Erre fontos figyelni, látod? De miért érdekes az, hogy mit csinálok az ujjaimmal? Nem tartott sokáig. Talán 10 perc a volt.
Csak hallottad volna, hogyan csattant fel a végén a taps. Dübörgött, percekig tartott. A forróságtól rezgett a levegő. Szinte izzottak a szemek. Kiabáltak, dobogtak a lábukkal. Az már maga elég lett volna. Az már maga mindenhez elég lett volna. Biztosan megéhezett az úton. Milyen úton? Hát csak úgy gondoltam. Lásson hozzá, mert kihűl. Vegye le a kabátját, és tegye le a székre. Üljön le, és egyen. Istenem, ugyanúgy eszik, ahogy a villát fogja a nyakban, ahogy a falatnak elébe hajul. Előre tudom, hogyan nyúl majd a pohárért, hogyan iszik. Úristen, vajon evés után a száját is úgy törli majd meg? Tessék, vegyen gyümölcsöt is. Köszönöm, nem kérek. Miért ilyen ideges maga? Miből tetszik gondolni, hogy én ideges vagyok? Miért nem tudod ezt a rémes szokásodat abba hagyni? Ezt ne csináld, nagyon kérlek. Bocsáss meg. Te ne haragudj. De amióta elmondtad azt a dolgot az anyádról, azóta végképp nem bírom se látni, se hallani. Igen, igen. Bocsáss meg, ne haragudj. El nem tudod képzelni, hogy csattant fel a végén a taps. Tükör, percekig tart. Nem akarták abba hagyni. Ez volt persze a baj. De hát én nem mondhattam mást. Nekem azt kellett mondanom. És csak is azt, mert az volt az igaz. Ágoston doktor urat keresem. Ki keresi? Pelle Gyula. Még nincs itthon. Mikor jön haza? Az bizonytalan. Miért nem gyújtotta fel a lépcsőházi villanyt? Jóságos Isten! Micsoda lába van ennek a nőnek. Ezek a vörös körmök. Ebbe bele lehet hűlni. Én azon az első erezős túrán össze-vissza csókoltam Netti lábát. Aztán a bokájára hajtottam a fejem, és úgy aludtam el. Nagyon szép lába volt. Mi lehet olyan szép egy női lábon? Erre én is aznap jöttem rá.
Addig a napig én még a saját lábamat is utáltam. Úgy éreztem, a láb egy elkorcsosult valami. Az anyám lába miatt volt ez, amire úgy emlékszem, mint valami iszonyatra. Még gyerek voltam. Mindig, mikor hazajött a büféből, és egy ócska zsilettel elkezdte vagdosni a lábán a bőrt. Hé! Mi az a kufleráj? Mi lesz ottam? Búcsú, vagy mi az Isten? 10 óra elmúlt. Pofa be! A mama lábában benne volt minden nyomorúságunk. Sötétkék ereg járták be vastagon és tekervényesen, mintha giliszták mászkáltak volna a bőre alatt. Jóságos Isten, pajtás! Muszáj ezt ilyen részletesen. Mint ha csak a feleségem lábáról beszélnél. Ezt a gyereket oktatgatom. Ad tudja meg valamit az életről. Hát igen. Nekem az anyám vette el a gusztusom a nőktől, és mindentől, ami testi. Még a saját testemtől is. Persze, a mamát sajnálnom kellett volna. Hiszen mélyedtünk át a talpán egész nap, és csapolta a söröket. De hát nem lehetett. Amikor hazajött a büféből, mindig rumtól szaglott a bőre. És majdnem mindig hozott magával egy férészek pasast. És én hiába próbáltam elbújni a pokróc alá, mégis mindent láttam. Hát az iszonyú volt. És én csak feküdtem összeszorított szájjal, és ropogtattam a kezeimmel az ujjaimat, hogy ne halljam azt, ami van. És az apád? Ő csak hallgatott. Nekünk nem volt apánk, te fiú. Én máig se tudom, hogy ki az apám. De a húgom se, az öcsém se. Úgy nőttünk fel akár adudva. Én aztán 14 éves koromban leléceltem. És amikor... Biás! Tisztelettel jelentem, a 154-es zárka létszáma 3 fő. Hannover István. Igenis! Kihallgatást a pacsirta. Értettem! Pelle édesfia. Igenis. Kire kell magának néznie? A parancsra jogosult személyre, tisztelettel. Na látja, tudja maga. Ismét lődés esetén... Fenyítés következik. Értettem. Azért mozoghatám egy kicsit, Hannover. Már felnőtt ember voltam, 20-22 éves, és libabőrös lettem egy lány közelségétől. Nettiétől is. Ne légy hülye. Az elején se? Soha. Belőle sugárzott a nőiség. Olyan volt, hogy minden megszépült körülötte. Az utca, ahol járt. A zománcát vesztett lavór, amiben mosdott. Minden. Menj innen, fiú. Menj, nem hallod. Benézhet az őr. Ha valaki belemel szeretni egy ilyen nőbe, az nem szabadul többé. Az a mámor, amely belőle árad, szenvedélyé válik, mint az alkoholizmus. Amíg ilyen nők lesznek a világon, addig rabszolgák is lesznek. Nem ezt vártad, mi a volt kerületi titkár szájából? A kurva jó anyádat, ha már megint. Hát hányszor hallgassam még, hogy te góri voltál a pártban. És hogyha a nagykutya voltál, miért lögtek ide az elftársaid? És miért nem jönnek érted? És miért nem mondják, hogy bocsánat? Hülye. A múltkor azt mesélted nekem, hogy Netti mindig hű volt hozzád. A maga módján. De magába bolondította a legjobb barátomat. Téged is magába bolondítana.
Rám se bírna nézni. Miért? Azért, mert folt van az arcodon. Eszednél vagy. A te fő bajod az, hogy félsz. Nem mered szeretni a nőket. Pedig sokkal könnyebb megkapni egy szép nőt, mint egy csúnyát. A szépség hisz a saját küldetésében. Mint hogy a szentek is hitték, hogy meg tudják gyógyítani a leprásokat. Te is leprás voltál? Rosszabb annál. Szűz voltam 26 éves koromban. Beteg voltam én, te fiú, és ő gyógyított meg. Tudod, milyen volt Netti hangja? Honnan tudnám? Én csak azt tudom róla, amit elmondasz. Mintha a Jasa helyfec egy méhegedű játszana. A járása akár az őzé. De még annál is szebb. Talán a gazella fut úgy, ahogy ő futott. A bőre, a melle, a hasa. Akár a Bibliában az énekek énekében. Ó, mely szépek a te lépéseid, a sarukbanó fejedelem lánya. A te csípőid hajlásai olyanok, mint a kösöntjük. A te köldököd, mint a kerekdett csésze. A te hasad, mint a gabonaasztal liliumokkal körülkerítve. A te két emlőd, mint két őzike. A csókja olyan volt, hogy felszívódtál. Elolvadtál benne. Vele csak eszméletvesztésig lehetett ölelkezni. Alább nem ad. Mondja, miért csinálja ezt? Mit? Hogy felugrik és vigyázba áll, amikor bejövök. Bocsánat. Biztos megéhezett az úton. Milyen úton? Csak úgy gondoltam. Lásson hozzá, mert kihűl. Csuda. Miért hoz ez nekem rántottát? És miért ilyen rettentő barátságos? De az nem tudja, milyen rémes, ha bámulják az embert. A szemét le nem veszi rólam. Én mindig iszonyan ideges leszek, ha néznek. Főleg evés közben. És főleg, ha egy nő néz. Már reszket a kezemben a villa, mert szüntelenül rám bámul. Miért bámul ez rám folyton? Mondd, hogy fogod már megint azt a rohadt villát? Kultúrált ember nem fog így nyakban egy villát. Ki az? Államvédelem. Hannover Istvánt keressük. Kérem, ez valami tévedés. Ez nem az ő lakása. Letartóztatási és házkutatási parancs. Erre a lakásra is vonatkozik. Szíveskedjék kinyitni. Senki. Ön Hannover István? Igen. Parancsom van arra, hogy önt letartóztassam. Tessék, megnézheti. Csak onnan... Ne jöjjön közelebb.
Bocsásson meg, itt valami humoros félreértésről lehet szó. Én a kerületi ifjúsági titkár vagyok. Minket az ön polgári foglalkozása nem érdekel. Ha ön Hannover István, már pedig az, szíveskedjék öltözni, velünk jön. Elvtársak, teljesítsék a kötelességüket. Öltöző Hannover, nem érti? A büdös Isten itt magának! Ki az? Jó barát. Kit keres? A Váci fegyházból hozok üzenetet. Kezi csókolom. Én a fegyház kórházában együtt voltam a Pistával. Igaz, csak 3 napot. Őt behozták, és aztán... A 3. nap éjjel meghalt szegény. Nem igaz. De igen. Sajnos igaz. Mikor halt meg? Egy 1/2 évvel ezelőtt. November 18-án éjjel. Szegény Pista a lelke... Ki maga? Mallász Gábor. Maga hazudik. Provokálni akar. Takarodjon innen! Bocsánatot kérek. Miért tetszik rólam ilyet gondolni? Mivel tudja igazolni, hogy tényleg Pista üzenetét hozza? Az írását megismeri. Igen? Igen. Tessék. Ez a maga címe. Ő írta fel a halála előtti napon. Édes Istenem, Pista több mint 1/2 éve halott. Több mint 1/2 éve. Iszonyú. Mi baja volt? Ne tessék tőlem ezt kérdezni. Én erre nem is tudnék válaszolni. Szegény Pista, tetszik tudni, mielőtt meghalt, mert hát ő is tudta, hogy ez így lesz. Hát, hogy mielőtt ez bekövetkezne. Amikor én szabadulok, akkor jöjjek el, és adjam át az elvtársnőnek az ő utolsó üzenetét. Nem, bocsánatot kérek. Azt nem ő mondta, hogy az utolsó, azt... Hát ezt én mondom, mert... Az Ágoston doktor úrra vonatkozik az üzenet. Te lány, vigyázol te erre a fiúra? Mondta a Pista. Mindent elkövetek. Hát csak kövess is. Nem lehessen tudni, mondja Bernard Shaw. De tényleg nem lehessen tudni. Nincs kizárva, hogy érdemes. November 18-án, éjjel, több mint 1/2 éve. Akar sört? Nem. Köszönöm, nem. Mondja, ismer maga valamit a magyar költészetből? Hát,
ismerek néhány verset. Aditól, Babicstól, József Attilától. Elmondaná egyet? Akármelyiket. E világon, ha ütsz anyád, hétszer szüljön meg az anyád. Egyszer szüljön égő házban, egyszer jeges áradásban, egyszer bolondok házában, egyszer hajló szép blúzában, egyszer Kongó kolostorban, egyszer disznók közt az olban. Fölsír a hat, de mire megy? A hetedik te magad légy. De hát miért tetszett ezt kérdezni? Maga együtt volt Hannover Istvánnal. Honnan tudja? Látszott volt vele együtt? Igen. Mennyi ideig? Egy évig. És maga kicsoda? Nem emel föl már senki sem. Vele nehezültem a sárba fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Pista! Magadnál vagy? Fogj össze, formáló alak, amire kényszerítnek engem, hogy valljalak, tagadjalak. Ennek a jó embernek még mindig van kedve verseket gügyörészni. Te hülye! Még mindig nem világos. Téged nem az ellenségben rontja, hanem a saját marxista istenséget privékei. Te hülye! Te hülye! Ezt a hülyét, aki hülye, az hülye. Ez teljesen hülye. Pista. Én vagyok itt, a fiú. Én is meg mind kiket szeretek. Én is meg mind kiket szeretek. Legyenek jobb szívvel hozzám. Én is meg mind kiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám. Vizsgáld meg az én ügyemet. Vizsgáld meg az én ügyemet. Mielőtt maga feláldoznám. Én is meg mindkiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám. Vizsgálj meg az én ügyemet. Mielőtt magam feláldoznám. Szervusz, édesem. Szervusz. Nem aludtál? Nem. Szeretsz? Igen. Igazán? Igazán. Tiszteletem, doktor úr. Üdvözlöm. Drágám, ezek a németek lokálba kívánkoznak. Arra gondoltam, nem volna neked... Wir sind schon fertig, Kari. Können wir gehen? Ja, sofort, aber... wenn Sie erlauben, ich beende meine Besprechung. Was denken Sie über einen neuen Trick? Oh, davon kann keine Rede sein. Besten Dank. Ja, várj egy pillanatig, légy szíves. Fürdrága, legyen szíves, adjon ezeknek még egy rundot. Igen, és tisztelem. Entschuldigen Sie. Ich spreche ebenfalls mit meiner Frau. Sie will vielleicht mit uns kommen. Oh, wunderbar. Also, wir werden ruhig warten. Schönen Dank, schönen Dank. Ne haragudj, drágám, de az egyik ide jött a nyakamra. Már egy kis nyomás volt benne, nem tudtam hamarabb. Na, van kedved velünk jönni? Nincs. Érted, küldeném a kocsit? Nem lehet. Tudnélik,
Van itt valaki. Ki van ott? Egy sovány fiatalember. Ismerős? Nem ismerem. És most ott ül nálad? Mit akar? Nem tudom. Tehát 10 óra elmúlt. Menjen el, jöjjön holnap. Nem akar holnap jönni. Tehát miért? Miért olyan sürgős neki? Halló? Halló, drágám, hallasz engem? Azt kérdeztem, miért olyan sürgős neki? Halló? Majdnem egy évig. Együtt volt Pistával. Pistával? Kor? Mit lehet kapni, Józsikám? Tökfőzelék tükörtojással, tisztelettel. Na, Józsikám, próbálja meg egy egészen kicsit koncentrálni. Tudnék adni esetleg bécsi szeletet, rosebnival. Borjúzsból? Természetesen. Na látja, drága főnököm, ez egészen másképp hangzik. 3 adag jöhet. Kérem szépen. Na nem, azt nem. Kari, azt nem, nagyon kérlek. Nem szeretem az ilyen dolgokat. Igaza van Pistának, ez tényleg nem. Erről szó nem lehet, Kari. Netti, drágám, háború van. Minden nap borjúzst eszel? Miért vagy ilyen harcias? Rám hallgasson, drága főnököm, kizárólag csak rám. Természetesen, doktor. Guten Tag. Tiszteletem. Bitte, Platz nehmen. Kann jemand hier Deutsch sprechen? Natürlich, ja. Womit kann ich helfen? Haben Sie vielleicht vor einigen Minuten 2 deutsche Feldwebel gesehen? Ja, sie waren da. Aber sie sind schon weg. Zum Teufel. Und wann? Vor etwa 10 Minuten. Na, danke. Wiedersehen. Mi van, Józsikám? Megaludt magában a lélek? Nem, doktor úr, csak tudja, arra gondoltam, hogy a doktor úr egy óra múlva elmegy, de engem ezek holnap is itt találnak. De hát rizikó nélkül nincs üzlet, igaz? Ez így van. Látja, ez örökérvényű aranyszabály. Egészségetekre. Elnézést, doktor úr, a húsjegyet. Ja, magától értetődik, drága főnököm. Parancsoljon. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Ma ne hülyeskedj, Kari. 2 heti húsjegyet adtad oda. Pontosan. Illetőleg majdnem annyit. De hát én ezt nem tudom neked visszaadni. Nekem egyáltalán nincs is húsjegyem. Netti, ezt nem fogadhatjuk el. Főnök úr! Főnök úr! Hol volt együtt Pistával majdnem egy évig ez az alak? Vácott. Hogy hívják? Hogy is hívják magát, kérem? Pelle Gyulának. Pelle Gyulának. Honnan jött? Honnan jött? Most Nosztráról, közben oda helyeztek át. Most Nosztráról, közben oda helyezték át. Politikai? Politikai? Köztörvényes. Köztörvényes. Mi volt a vád? Mi volt a vád? Nemi erőszaktétel. Nemi erőszaktétel. Édesem, azonnal adj ennek a Pellének egy 100-ast, és rögtön küld el. Mondd meg neki, hogy én holnap egész délelőtt otthon leszek. Jöhet, amikor akar. Bármilyen korán jöhet. Nem tud holnap jönni. Hajnalban egy teherautó vidékre viszi a szüleihez. Akkor jöjjön bármikor a legközelebb esterően. De te most küld el. Hallod? Hallom. És elküldöd? El. Biztosan? Biztosan. Nem szeretem az ilyesmit, Kari. Semmit sem gyűlölök jobban, mint hogy elfogadjak valamit, amit nem tudok viszonozni. Azt én tudom. Mert nehéz.
Kurva nehéz természeted van. De hát ide néz. Mit gondolsz? Mik ezek? Húsjegyek, gyermekem. Kicsi kis húsjegyek. Bizony. Látod? De mindjárt kijön a pikász is, csak szólnod kell. Akarod? Te drága, drága hülye. Ha te nem lennél, nem tudom, mi lenne velem. Amíg engem látsz, nem kell megijedned, drága gyermekem. Addig minden elképzelhetetlen előfordulhat. Megvan még a múltkori papírod? Persze. Az jónak néz ki. Uh-huh. Az nem csak jónak néz ki, az jó is. Még pontosan egy hónapig jó. Akkor el kell égetni. De addigra szerzek egy másikat. Te lány, vigyázol te erre a fiúra? Hát, én mindent elkövetek. Hát csak kövess is. Nem lehet tudni. Hát, ha érdemes. Szeretsz? Igen. Ezt csak úgy formálisan mondod. Nem tudom, miért mondanám formálisan. Nem tudom, hogyan kellene mondanom. Tedd, amit kértem, légy szíves. Adod a pénzt, és jöjjön, amikor tud. Én 8 éve várok arra, hogy hozzám tartozz. És most végre hozzám tartozol. Nem tűrök semmiféle üzenethozót. Gyűlölöm az üzenethozókat. Főleg, ha a halottaktól hoznak üzenetet. És az erőszakos nemi közösülőket is utálom. Kifejezetten utálom őket. Hallod? Igen. De nekem most elég volt, Kari. Én most leteszem. Szervusz. Maga mind töpreng. Az ügyvéd úr már nem praktizál? Már nem. A külkereskedelmi minisztériumban dolgozik. És ott mit csinál? Leginkább ő tárgyal a külföldi ügyfelekkel. Most is azokkal van. Dohányzik, kérem? Igen. Hozok cigarettát. Az élő irodalom nem az írókban, hanem a művekben él, Netti. Az Ödipusz király például biztos elevenebb, mint a közelmúlt évek nem egy nagy sikerű drámája, amit már el is felejtettünk. Az Ödipuszt több mint 2000 év sem felettethette el. Az élő irodalmat nem szabad összetéveszteni a mai irodalommal. Mint ahogy az élő művészet sem okvetlenül mai művészet. A kettő nem azonos. Vegyél még abból a tojásból, már ma véletlenül kaptam 10 tojást. Csuda jó. Nem is tudom, mikor ettem utoljára tojást. És mennyi ideig beszéltél? Nem sokáig, talán 10 perc, ha volt. De csak hallottad volna, hogyan csattant fel a végén a taps. Dübörgött, percekig tartott. Alig akarták abba hagyni. Remek.
Csuda. És a küldöttek a központból. Ők milyen arcot vágtak? Te, én arra nem is igen figyeltem. Válaszolni nem válaszoltak, de nem is tudtak volna. Annyira világos volt, hogy mindenki egyetért velem, hogy ellentmondani semmi esetre sem lehetett. Mondd, hogy fogod már megint azt a rohadt villát? Kulturált ember nem fog így nyakban egy villát. Most mi bajod van velem? Mondja. Te teljesen meghibantál. Mondd, hogy lehet ezt a szöveget egy ifjúsági gyűlésen ezer ember füle hallatára elmondani? Miért? Hát nem volt igazam. Létezhet kétféle igazság? Persze, hogy nem létezhet. De erről nem lehet beszélni egy taggyűlésen ezer ember előtt. Miért? Ezt nem értem. Csak is ott lehet. Azért van a taggyűlés. Ott kell. Megkapod, légy nyugodt. Hogy uszítasz, hogy demagóg vagy. És még örülhetsz, ha csak ezt kapod. De hiszen én csak azt mondtam, ami van. Hülye volnék, ha azt gondolnám, hogy ezek a fiatalok nem gondolkodnak el azon, hogy hogyan lehet külön igazsága a fejeseknek, és hogy a többiek igazsága hogyan lehet más. Hát neked nem problémád ez? Hát nem mondd, hogy fütyülsz rá, hiszen ismerlek. Hát ha a szocializmusról beszélünk, nem itt kell kezdeni? Az nem lehet, hogy nekem ne üzent volna. Az egyszerűen lehetetlen. Gondolkozzon egy kicsit. Nem is üzenhetett. Miért ne üzenhetett volna? Nem számított rá, hogy én szabadulok előbb. Mindig várta, hogy hivatják. Bocsánatot kérnek a tévedésért, és hazaengedik. És nem is sejtette, hogy milyen beteg volt. Az utolsó két napban már mozdulni sem tudott. Mi baja volt? Pista. Pista. Téged aztán jól kikészítettek. Úristen, hogy lehet ezt egy emberrel csinálni? Hölderlin ist ihnen unbekannt. Kérdezte Dr. K.H.G., miközben a lúdegnek a gödröt ásta. Ki volt az, kérdezte a németőr, aki a Hyperiont írta, magyarázta Dr. K.H.G., mert nagyon szeretett magyarázni, akárcsak én, igaz, fiú? És mindjárt utána megkérdezte, és például Heine, őt tetszik szeretni? Kik ezek? Nézett rá összehúzott szemmel a németőr. Költők. Német költők, mondta Dr. K.H.G. Az istenit. Most meg ilyen Faramuci nevű palikról hoz elő történeteket. Fogadok, hogy zsidó volt. És vajon Schiller nevét se ismeri? De ismerem. Mondta a németőr most már agresszíven. És Rilkét, őt is, mondta az őr, és paprikavörös lett, és lelőtte Dr. KHG-t. Hát, így lehet, kisfia. Ne légy hülye. Egyik emberrel a másik azt csinálhat, amit akar.
Kizárólag azon múlik, hogy melyiküké a hatalom, és van-e pofája visszaélni vele. 5 perccel mielőtt átvitték a kórházba, jutott csak az eszébe az a boríték. Miféle boríték? Hát ezért vagyok itt. A naplója van benne, meg egy majdnem befejezett tanulmány Babeufről. Azt mondta, hogy ha azt elolvasom, akkor jobban megismerem őt. Akkor adta meg az ügyvéd úr címét, mert hogy a borítékot az ügyvéd úrnak adta át. A boríték nálam van. De hát én rólam nem beszélt. Csak a naplójáról, csak Babeufről. Én ezt nem hiszem el. De. Beszélt. Sokszor? Mindig. És mit beszélt? Mindenfélét. Mesélj el. Mit? Hát, hogy miről beszélt Pista? Hát a hajáról. És? És a szeméről. És? És a lábáról. És mit mondott róla? Hát, hogy... hogy milyen szép. És hogy milyen szép a járása. Meg ilyeneket. Tudod, ez azért volt, mert atletizált. Talán mert úgy szeretett táncolni. És mindennek mindjárt kihallotta a ritmusát. A mozgásának az volt a titka, hogy a testének részei, mintha tudtak volna egymásról, üzentek egymásnak. Egyetlen lépésében annyi harmónia volt, mint amikor fölröppen egy madár, körbe kering egyet, és újra leszáll. Mi az Isten? Őrség! 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 Hé, őrség! Mi van veled? Mozdulj! Hé! Annól! Mit ordít? Mi azt akarja, hogy magát is a falhoz állítsa? Összeesett! Elájult! Menjen a helyére! Hé! Mi van magával? Orvost kellene hivatni. Magának Kussa neve, világos? Maga itt büntetésben van, maga ki nem nyithatja a száját, értem? Büdös rohadt fasiszta disznó. Magához tér ez. Egy vödör víz, és garantálom, hogy magához tér. Fasiszta disznó. 1944-ben vajon gondolta-e Hannover István, hogy a felszabadulás után 5 évvel a szocializmus börtönében ez jár ki neked? Te hittél valamiben? Vajon miben hittél? Tévedtél, amikor hittél? Jó napot kívánok! Az igazolványokat kérem, mindenki készítse ki az igazolványát. Kérem az igazolványokat. Mikor a járőr bejött a Savoyba, azonnal tudtam, hogy ez milyen veszélyt jelent. Rögtön átvillant az agyamon, hogy ezt valamilyen módon el kell hárítanom.
Ott hagytam Pistáékat, mintha egyszerre sürgős volna az elmenés. Ho-ho! Hova olyan sietve, kislány? El kell mennem, várnom. Jó, de előbb kérem az igazolványt. Azt sajnos otthon felejtettem. Mit felejtett otthon? A papírjaimat. Akkor velünk jön az őrszobára. Álljon oda! Na, álljon szépen oda! Balog, maga mellette marad. Nagy 12 velem jön. Igenis. Jó napot kívánok! Jó napot! Igazolványokat kérem! Mutassa csak az igazolványát! Magához szóltam, nem hallja, hé! Bakorza életbe! A lány meglépett! Ott szaladni! Mi az maga? A száját tátotta ottan! Rohantam, ahogy csak tudtam. Jól esett a hideg levegő. Jó volt a futás is. Áh, jönnek már. Mind jön, nem maradt ott egy sem. Hülyé. Ezek elől talán el is lehet tűnni. Ezek lomhák, akár az ólommadár. Álljon meg! Álljon meg! Fogtak egy autót. A viharkabátos lány után. De hát ezek nem tudják, hogy én atlétizáltam valaha. 400-as futó voltam. Én majdnem olyan gyorsan futok, mint az ő kocsijuk. Micsoda futás volt, Istenem! Ha most visszagondolok rá, egyszerre rettentő futhatnékom támad. Úgy éreztem, tőlem függ minden. Hogy én is olyan híres leszek, mint a maratoni futó. Még híresebb. Úgy éreztem, én mentem meg a világot. Hogyha utolérnek, se bírnak igazán utolérni. Mert én már nem is a földön futok, hanem egy ismeretlen ország országútján, melyet két oldalt a szél szegélyez, és harpikkelyekkel van kikövezve, hogy el ne fárasszon a futás. És tényleg, egy csöppet sem voltam fáradt. Állj meg, te kis kurva, mert nagyon megjárod! Na jó, Istenedet velünk akarsz, te kukoricsás! Lesz, majd megkapod a magadét! Gyerünk az őrszobára! Amikor a kocsiba nyomtak, alig lihegtem. Olyan könnyű voltam, mint a pille. Olyan boldog, olyan mámoros. Úgy látszik, amit az ember másokért tesz, annak nincs fáradtság. Az őrszobán aztán persze egy pillanat alatt megtaláltam az igazolványomat. Mi az Isten? Az apja vasutas, a mamája pedig a kispesti plébánián takarítónő. Igen. Hát akkor miért kellett olyan rémülten szaladni a kislány? Azt hittem, hogy otthon felejtettem, és hogy abból nagyon nagy baj lesz. Féltem. Na hiszen, hát minek néz maga bennünket? Rendőröktől nem kell ám félni, kislány, mert ők csak a bolsikra, meg a zsidókra vadásznak, ezt tudnia kellett volna. Te imádnivaló. Te nem tudod, mit csináltál. Csodálatos voltál. Ez a találkozó, ez nem voltám akármi. Az a fiatalabb, az csak hagyján, az összekötő volt. De az a másik, az az idősebb. Az egy egészen fontos valaki. Ha az lebukik, hát az rettenetes lett volna. Azzal, hogy magad után uszítottad a járőrt, őt mentetted meg a lebukástól. Hát futni éppen máskor is tudok, ha boldogát teszlek vele. Bitangul szeretlek, tudod-e? Te bolondos, kedves. Elmondani nem tudom mennyire. Nem mond. Sokszor ezt sem szabad elmondani. Édesem, drágám. Sokszor kérdeztem magamban. Vajon honnan tud Pista ennyi mindent? Csodálatosan tudott beszélni a világirodalomról. Kafkáról, Joyce-ról, Rambo-ról, Dostojevszkiről. Meg a magyar költészetről.
de másról is. 19-ről, a tanácsköztársaságról, közgazdasági kérdésekről. De legszívesebben mégis magáról beszélt. Rólam? Igen. Azt mondta, hogy mindent megtanulhatok mástól, de Nettiből csak nála vizsgázhatok. Miért kellett magának belőlem vizsgáznia? Mert azt mondta Pista, hogy bennem is itt van a görcs, mint ahogy benne volt. Annak idején. Azt mondta, azért beszél ezekről annyit, hogy az élet szép dolgaira gondoljon. Ne arra, ami van. Felejts el félni, fiú. Ne gondolj mindig arra, hogy csúnya vagy. Majd egyszer jön valaki, és elfeledteti veled. Ha, mit ácsorognak itt? Vigyék a beteget. Majd téged is elvisz egyszer evezni valaki. Ez volt az utolsó mondat, amit hallottam tőle. Arra a túrára célzott. Azt is elmondta magának? Igen. Mit mondott róla? Ez nagyon-nagyon fontos nekem. El kell, hogy mondja. De hiszen maga is tudja. Persze. De én azt szeretném tudni, hogy ő hogyan mesélte. Én nem tudom úgy elmondani, ahogyan ő. Akkor is, ahogyan tudja. Mondja el, kérem szépen. Nekem jogom van ezt hallani. Higgy el, ha valakinek, akkor nekem jogom van. Elmesélte, hogy ő még fürdő trikót sem hozott. Vagyis nem is hozhatott, mert nem volt neki. És hogy bricsezben ült a csónakban. És hogy nem mert magára nézni. Úgy bizony. Bricsezben, flanelingben és lemberjackben. És magázott. Mereven nézte a két parton a tájat, mintha nem bírná felén fordítani a nyakát. Másnap együtt vettünk neki fürdőtrikót. Így volt. Hát igen, így volt. És maga felevezett Szentendrén túlra. Ott aztán a szigeten találtak egy kis tisztást. Így volt. Bizony. Véletlenül akadtunk rá. Egy szép pázsitos partszakasz. Füzektől védve és egy hosszú kiszáradt fatörzs, mint valami híd vezetett a tisztásról a vízmenti kavicsra. Azon a tisztáson vakítóan sütött a nap. Körös körül a fák köznek csupa homály és mély árnyék volt. Azt mondta Pista, hogy ott olyan volt a csend, ami semmihez nem volt hasonlítható. Nem hallatszott egyéb, csak a vadméhek döngése, és távolról, nagyon messziről, egy kenetlen szekérkerekének a nyikorgása. A körtének az ízét és illatát, azt mondta, ma is érzi. Fürödjünk meg! Nincs trikóm. Minek trikó? Mesztelenül fürdünk. Mi jut eszébe? Minden percben jöhet valaki. Ki jönne? Látod, már 10 percen nem jött senki sem. Dél körül van. Aki szigetet akart kerülni, már rég fölevezett. A csorgás meg még nem indult meg lefelé. Hajó se jön. Egy lélek sem mutatkozik, egy hang se hallatszik. Gyere! Ezt maga nem gondolja komolyan. Édes Istenem! Hát ilyen nagy hős vagy te. Nem mersz egy lányal mesztelenül fürödni.
Azt leírni nem lehet, milyen volt az a mozdulata, hogy a trikót oda dobta nekem. Önbizalom volt benne. Kedves kacérság, és a szépség tudatának álszemérem nélküli nyílt kihívása. Tessék a fürdőtrikóm, majd te vigyázol rá. Nem tudom, meddig úsztam, de elmondhatatlanul gyönyörűséges volt aznap a víz. Hűvös volt, de mégis bársonyos. Úgy ölelt át a hűvösség, mint egy mesztelen szobrot a szél. A szitakötők röptét figyeltem a víz fölött, és szembeúsztam az árral. Könnyedén, minden nehézség nélkül, pedig elég messze voltam a parttól, bent a mélyben. A víznek nagy volt a sodrása, de könnyen győztem. Semmi nem mozdult, mintha állt volna a levegő, és csak a víz sohant volna alattam. És Pistaként magányosan a parton nyakig felöltözve, térdét átkarolva, bámulta az eget. Csodálatos volt a víz. Kár, hogy nem jöttél. A bokor maga mellett. Miért nem bújik el a bokor mögé? A part mellett a tungsztram 8-as bámulja magát. Itt a fürdőruhája, tessék! Miért kellene nekem a bokor mögé bújnom? Nincs nekem arra semmi okom, hogy a bokor mögé bújjak. Szálljon ki az első kettő! Fölült a hajó a kavicsra! Mi az istenek van egy ilyen hajón a kormányosa? És aztán? Elmondta Pista azt is, mi történt aztán? Aztán összevesztek, mondta Pista. Mert hogy ő nagyon féltékeny volt. Nagyon. De aztán kibékültek. És? És? Hogy az a nap volt az ő gyógyulásának a napja. És mást nem mondott? Hát, nem sokat. De én szeretném tudni. Az ilyesmiről én nem tudok beszélni. Nagyon szépen kérem. Hát, hogy neki magával volt a legjobb a világon. Ültömben, mintha kiszállt volna belőlem az erő. Egészen elengedtem magam. Izmai, mintha elfolyósodtak volna. Hasamba forróság áradt szét.
őrületesen éreztem, hiszen nekem is vele volt a legjobb a világon. Netti! Netti! Jöjjön. Jöjjön velem. Hova? Jöjjön, csak jöjjön. Odaadom magának Pista naplóját. Meg a tanulmány Babőfről. Ez itt Netti ágya. Ha már itt vagyunk, nézzük meg jól. Ez itt Netti ágya. Rokokó korabeli berakásos bútordarab. Érdemes jobban szemügyre venni. A Heilig Baroness csőd tömegéből emeltettem ki. Nem rossz forrás. Mert azért én nem csak kommunistákat védtem ám, hanem jól tejjelő teheneket is tartottam. Tessék, karacsonyra. És mindig örültem, ha olykor-olykor ihattam egy-egy kort jófajta italt. Karacsonyra. Az ágyat egy névtelen jobbágymesterember készítette egy újszülött báró kisasszonynak návszágyul. Az embernek az a benyomása, hogy 8 nap alatt végzett az asztalos munkával, és évekig bibelődött az intarziákkal, meg a faragott ornamentikával. Nézzétek az arányokat. A lomaság és kecsesség elegye. Olyan, mint egy táncoló medve. Táncoló medve? Nagyon hasonlat, tényleg olyan. Szellemes a speech-et közül. Nézzétek meg jól az egésznek ezt a lomha darabosságát, és a részletek elragadó finomságát. Például ezt a finomrajzú intarziát, vagy ezt a légies lendületű, bájos ívelésű plasztikát. Tényleg szép. És Nettinek, miután... éppen ma 4 hete megkapta ezt az ágyat, az a szemtelen kis gondolata támad, képzeljétek csak, mi? Hogy egy márványberakású Biedermeier asztalkával párosította össze. Igazán egyedi darab, Hari. Én nem láttam. Elragadóan báros. Nem beszélsz túl sokat? Drágám, beszéletek én egyáltalán eleget, ha rólad beszélek? A barátaim mind tudják, hogy imádlak. Bizony, ez mindenki. És te is tudod, hogy nekem mindig tökéletes az, amit te csinálsz. Bravo, öregem. Nagyszerű. Maga tüneményes férj, Kari. Én mindig ilyen férjet kívántam volna magamnak. Az ágy is, Kari. Én itt utálok mindent. Pedig szép. De most tessék ideadni ezt a borítékot. El akar menni? Szeretnék. Ne legyen már olyan buta. Az, ami történt, az Pista akarata volt. Tudom. Kari volt az egyetlen ember a földön, akire Pista nem volt féltékeny. Benne a végletekig megbízott, és nagyon szerette. Igen, elmondta. És aztán ő üzente. És ezt az üzenetet én 2 hónappal ezelőtt, a halála után 1/2 évvel tudtam meg. Azt üzente, hogy ha meghal, legyek Kari felesége. Mert senki én hozzám olyan jó nem lesz, mint Kari. Ahogy az üzenetet megkaptam, 1 hétre rá Kari felesége lettem. Akkor most tessék ide ezt a kéziratot. Ne légy már ilyen féltékeny, te buta.
nyugodtságban fürdő, szépséges világ. Pihentesteknek boldog lomakéje. Sejtelmes, fényes, ezer puha fészkű, gyönyörű város. Ó, szent hajnalzengés, élet szimfóniája, csodálatos élet. De jó volna élni. Tessék engem elengedni. Csókolj vissza. Úgy se tudom megtenni. Tessék engem hagyni. Miért nem tudod? Pista miatt. Hazudsz. Hiszen te Pista vagy. Dehogy is vagyok én ő. Dehogy nem. Le se tagadhatnád. A hangja. Ahogy a verset mondod, ahogy esel, ahogy az ujjaidat ropogtatod. Ő csak a doktor úrra nem volt féltékeny. Te rád se volna. Csókolj vissza. Tessék engem elengedni. Én még soha se voltam nővel. Megint hazudsz. De hogy is hazudok. De hiszen ezért ítéltek el. Nem ezért. Azt mondtad az előbb a telefonban. Az nem úgy volt. Hát hogy volt? Hát tulajdonképpen egy baromság volt. A fiúk kirögtek, hogy még sohasem voltam nővel, és rám egyszerték azt a kisdödöt. Előbb kikezdett velem, aztán csúfolni kezdett. Te vézna patkány, kiabálta nekem. Ványad gigiszta. Te pecsétes képű. Nekimentem. Letepertem. Tépni kezdtem rajta a ruhát. Amikor a mellét megláttam, a vér elöntötte az agyamat. De kiszabadította magát. A fiúk röhögtek, ordítottak. Én utána rohantam, letűntem teljesen a ruháját, és mesztelenül, segítségért kiabálva rohant előttem. Én pedig kergettem. Hát ezért kaptam csak másfél évet. És miért nem voltál még soha nővel? Mert félek tőlük. Most nem hazudsz. Én nem hazudok. Tőlem is félsz? Igen, félek. Mert csúnya vagy? Mert csúnya vagyok. Nem igaz, hogy csúnya vagy. De, az vagyok. Na várj. Most egy kicsit maradj így. Ne fordulj utána. Nem bírtam megállni. Muszáj volt utána néznem. Olyan nagyon kívántam, hogy nem bírtam másfelé nézni.
Nézd meg. Ilyen vagy te is. Nem. Nem. De hidd el. Mind ilyenek vagyunk. Még Pista mesélte, milyen szép volt a mozgása. Talán mert atletizált. Talán mert úgy szeretett táncolni, és mindennek mindjárt kihallotta a ritmusát. Pista szerint az volt a mozgásának a titka, hogy testének részei valahogy tudtak egymásról. Üzentek egymásnak. Egyetlen lépésében annyi harmónia volt, mint amikor felröppen egy madár, körbe kering egyet, és újra leszáll. Lehetetlen, hogy ne jöjjenek értem. Lehetetlen, hogy ne kérjenek bocsánatot. Hogy ne kövessenek meg. Államellenes összeesküvés. Ez röhögni való. Hiszen mindent, amit tettem eszmélő korom óta, ezért a rendszerért tettem. Vagy igen, fiú? Elképzelhető, hogy ne kapjak elég tételt? És ha igen, az mit jelentene? Ne menj vissza. Menj csak előre, ne félj. Szervusz. Elment már az a sovány? Most megy el. Csak most. Csak most. Azt hittem már alszol. Nem aludtam. A szobádból jöttél? Nem a szobámból jöttem. Lépcsőházból jöttél vissza? Igen. A lépcsőházból jöttem vissza. Netti. Hiszen még két hónapja sincs, hogy együtt vagyunk. Még arra sem volt alkalmat, hogy egy kicsit megszokj. Erre nem gondoltál? Muszáj így siet? Igen. Azt hiszem, igen, Kari. Hiszen még ruhád sincs. Minden be van csomagolva. Egész délután együtt csomagoltunk. Elég az, ami van. Nem lehetséges, hogy várj. Esetleg találkozzunk, mielőtt végleg döntenél. Nem lehet. Nagyon sajnálom, ne haragudj. De nem lehet. Azt hiszem, tényleg nem lehet, Kari. Kár. Hát akkor... Szervusz. Szervusz, Kari. Én most leteszem.
Én is.